Új gépek, hatékonyabb termelés. Így néz ki a megújult Tisza-Adonyi kecske sajtüzem. Az átadó ünnepségen a polgármester mutatta be a belügyminisztériumi támogatásból megvásárolt eszközöket. Itt évente körülbelül 20 tonna kecske sajtot állítanak elő, ezek mind 100%-ban kecsketejből készülnek. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy naponta átlagosan 1000 liter tejet dolgoznak fel az üzemben, ami 100 kg-nyi sajtot jelent. A gyártás 7 hónapon át tart. Ezt a mennyiséget saját 200 fős kecskeállományuknak köszönhetően tudják előállítani. Az üzem idén 20 millió forint fölötti bevétellel számol. Az elmúlt időszakban egy belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően tudták korszerűsíteni a Tisza-Adonyi üzemet. Összesen 127 millió forint az, amit kaptunk, ez két ütemben egy két éves projekt volt. Egy 134 négyzetméterrel bővült maga az üzemnek az alapterülete, ez döntően a gyártóhelység és egy nagyobb hűtőkamra, ami megvalósult, illetve egy 100 köbméteres tűzivíztározó. De ezen felül, ami a súlyát és a gerincét adta, ezek korszerű tejfeldolgozó berendezések, gépek, pillanatpasztőr 1200 liter per perces, 2000 literes tejhűtő, csomagológép, vákumcsomagoló, sajtprés, sajtformák, tebelkádak, tehát ezzel kapcsolatos eszközök. Az üzemben mindenki közfoglalkoztatottként dolgozik. Eddig ez 10-12 főt jelentett. A projektnek köszönhetően 5 ember tudnak kiváltani, akik már nem a közfoglalkoztatott tibért keresik meg ezentúl, hanem a garantált minimál bérért dolgoznak majd. Ez 130-180 ezer forint közötti bruttó összeget jelent. Az üzem átadó ünnepségén a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, a közmunkaprogram célja, hogy értékteremtő munkát végezzenek azok, akik az elsődleges munkaerőpiacon még nem tudnak elhelyezkedni. A közmunkások száma 2016-ban volt a legmagasabb, akkor több mint 223 ezeren dolgoztak ebben a státuszban. 2018 első fél évében már 148 ezerre csökkent a létszám. Hoffmann Imre hozzátette, mivel a közfoglalkoztatás egy átmeneti jellegű munkaerőpiaci intézkedés, ezért az a cél, hogy minél több embert vezessenek át az elsődleges munkaerőpiacra. Az elsődleges munkaerőpiacokon támogatott munkahelyek jöttek létre, amelyek ugye lehetővé tették a közfoglalkoztatásból történő kiáramlást is. Jelen pillanatban ugye a munkaerőpiac, a munkaerő hiány van, és ugye itt a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatottak jöhetnek elsősorban számításra. Ezért a közfoglalkoztatásban folyamatosan a finom hangolás történt a jogszabályok tekintetében, mindazt a célt szolgálta, hogy az elsődleges munkaerőpiacra történő kiáramlást segítsük. A foglalkoztatási programhoz, a közfoglalkoztatási programhoz kötelezően járul egy képzési program. Ez az előző ciklusban a TÁMOP 216, most pedig a GINOP 611 program keretében, amelynek célja tulajdonképpen az, hogy olyan képzettségeket, képesítéseket szerezzenek, amellyel elsősorban most már az elsődleges munkaerőpiacon is megállják helyüket, de ebben felzárkóztató képzések vannak, iskolai végzettség megszerzése, vagy éppen a szakképesítés megszerzéséhez szükséges felkészítés, és ezt követően jönnek azok az OK-s képzések, amelyek már az elsődleges munkaerőpiac igényeinek a kielégítésére szolgál. Nagyobb magyar üzletláncokban már kapható a Tisza-Adonyi kecskesajt, valamint a termék a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba is bekerült ebben az évben.